Visszatekintő sorozatunkat kezdjük rögtön az elején, a 2023-as esztendő első hónap egy római kori tetőfedő tégla lett. Az Intercize Múzeum sorozatának januári állomása egy érdekes tárgyat, és ezzel együtt egy érdekes történetet tárt a látogatók elé. Az említett téglán ugyanis olvasható egy felirat, emellett pedig egy rajz is látható, amelyet vélhetően gúnyos szándékkal készítettek. Ebben a hónapban egy római kori graffitit választottunk tulajdonképpen hónap műtárgyául. Ez egy római kori tetőfedő tégla ami az 1078. számú sírból, egy téglasírból került elő. A téglasírt azt úgy kell elképzelni, hogy megásták a sírgődöt, és akkor tetőfedő téglákkal vagy csak az alját borították be, vagy az oldalát, vagy csak lefették. Ebben az esetben teljesen, tehát az alján is téglák voltak az oldalán, és le is fették téglákkal ezt a sírt. És ezek egyike volt egy feliratos, illetve rajzal ellátott tégla. A tégla az feltett, tehát egyértelműen kelteszhető a harmadik század végére, negyedik század elejére a tetrarchia, vagyis a négyes uralom idejére. Áttérünk februárra. A Dunéváros déli részén feltárt bronzkori sírból számos érdekesség került elő. Többek között egy bronz öfkapocs is, amelyet február hónap műtárgyának választott dr. Keszi Tamás, régész muzeológus. A temető 88. sírjában feltárt halottat jellegzetes, zsugorított testtartásban temették el. A gerincénél egy úgynevezett övkapcsot találtak, amely vélhetően egy női ruházat része lehetett. Ez nem kincsből, hanem egy sírból került elő. Méghozzá egy női sírból, és szerencsés módon ez nem hamvasztásos sír. Azért mondom, mert ebben a korszakban a, a síroknak több mint 95 az szerencsére ez egy csontvázas, úgynevezett csugorított sírból került elő. Hát, mi inkább korhasztásosnak nevezzük ezeket, ugye az a lényege, hogy nem a csontvázat temették el, hanem a testet, egészet fektették a sírbe, és ugye az elkorhatta, lekorhatta a szerves anyag a csontokról. És hát ez alapján a sírban még egy-két más lelet is volt, de előkerült egy nagyon gyönyörű övcsat, övkapocs, amelyet a halottnak a gerincoszlopánál találtak. Kicsit talán magasabban, mint a medence volt. Március hónapban munkakönyvet és szolgálati cselédkönyveket mutatott be Kronászt Margit történész muzeológus. A szakember szerint már az 1800-as évek végén is fontos volt, hogy a munkavállalók feladatai és jogai dokumentálva legyenek. Ugyanez igaz a munkáltatókra is. Persze manapság ezt már jóval komolyabban veszik, azért az említett dokumentumokból is sok érdekesség látott napvilágot. Március hónap műtárgyának újfent nem egyetlen darabot választottam ki, hanem egy típust szerettem volna bemutatni az olvasónak. A kiválasztott darabok között találunk egy munkakönyvet, illetve három szolgálati cselédkönyvet. Ezek gyakorlatilag a mai Rózsaszín kiskönyvnek az elődjeinek tekinthetjük, hiszen ugyanazokkal az adatokkal találkozunk benne, a tulajdonosnak a személyes adatai, mettől, meddig és hol dolgozott, milyen munkakörben foglalkoztatták, és ugye ezeknek a feljegyzésére szolgált. Ezek voltak az első negyedév, avagy január, február és március hónap műtergyei. Tartsanak velünk, a folytatásban visszatekintünk a következő hónapok bemutatóira is.